Fölírtam még a Dragon Ballt, amit nagyon sokáig szinkronizált, hogy Igen. nem tudom, hogy erre kitérhetünk-e, mert tudom, hogy sokan nem szerették. Való igaz. Az egy elég érdekes munka volt, maga a sorozat is elég érdekes volt. Tehát mikor mi azt elkezdtük, és én megláttam az én figurámat, hát egy eléggé intim helyzetben, egy tükör előtt állt a lányka meztelenül, akkor én ezen ugye elgondolkoztam, megkérdeztem is, hogy melyik generációnak megy ez a film, és mondták, hogy hát ez bizony gyerekmese. Hát elég érdekes volt. Sok minden történt benne, ami... Hát nem szeretném, ha a gyerekem megnézte volna abban az időben. A Dragon Ball az nekem később is visszajött az életemben, mert jött egy, akkor még ugye fiatal szereplők voltak, gyerek szereplők voltak, aztán felnőttek, és felnőttként is megcsináltuk, és akkor befejezték véglegesen a sorozatot, tehát mindent végigcsináltunk, amikor én már anya voltam, meg tehát nagymama is voltam, meg mit tudom, én minden voltam, csak énekes halott, nem? Nem szerettem. Nem, valahogy. Ha már ezt a kategóriát nézzük, akkor már inkább a Pokémon az helyesebb volt. És a Dragon Ball-ban mi az, ami miatt azt mondod, hogy nem volt jó munka? Nem az, hogy nem volt jó munka, mert olyan nincs, hogy rossz munka. Inkább úgy mondom, hogy van munka, amit szeret az ember elvégezni, és van olyan munka, amit el kell végezni. Na ez volt az el kell végezni kategória az életemben. Na, nem szerettem. Nem tudom megmondani, miért nem. Valamitől nem. Ez a szinkronon nem érződött egyáltalán. A szinkronon nem is szabad. Ha a színész szinkronizál, akkor nem is fogod érezni soha. És ugye nemrég pár epizód erejéig Marlon Bernadette a Pannonia Science Systemben csináltátok. Igen. Akkor meglepett, hogy tehát a gyártásvezető ezt közölte veletek, hogy ez a Dragon Ball sorozat? Persze. Sőt, a Bernivel beszéltem, magával a rendezővel, és mondta, jaj, képzeld el, visszajön a Bulma. Mondom, ne bolondozz már velem. Azt mondja, igen, de itt már anyuka volt, vagy nagymama volt, vagy én nem is tudom, mi volt. És már annyira elmebeteg volt az egész, hogy nem is értettem. Tehát az ember úgy figyelt rá, na, beszélni kell. És akkor úgy néztem, mondom, időnként úgy ott maradtam, mondom, atya úristen, ez milyen figura, meg fölrobban, meg zöld, meg lilát köp, meg jaj, borzalmas. Nem szerettem. Meg gondolom így, hogy a saját részeidet láttad, így annyira nem fogadni. Hát igyekeztem meg túlsuhanni fölötte, igen. És a Pokémonban hány ezerszer mondtad el a rakéta csapat mottóját? Milliószor. Milliószor. Az nem volt fárasztó munka? Tehát ott minden rész ugyanarról de szólt. De fárasztó volt egyébként. Az hangilag fárasztó részt volt. Igen, ezt castingoltatták, tehát ilyen meghallgatás volt rá, és kérték így, úgy, amúgy, és engem választottak, és mondták, hogy na azt. És mondtam, hogy anyám, pont az a legborzalmasabb. Tehát eszembe nem jutott, hogy pont azt a hangszint, fekvést fogják kérni. Úgyhogy az, ha végig dolgoztunk, egy hosszú műszakok voltak, mert volt, hogy 10 részt vettünk egyszerre, és az penetrális. De azt több stúdiónál csinálták, illetve többször félbeszakadtak, hogy ilyenkor mindig volt casting? Nem. Azt egyszer lecastingolták, és akkor úgy vittük végig. Pedig volt szereplőváltás, most igen. Azon gondolkozom, hogy ott valami volt, mert azt tudom, hogy a kollega az lement vidékre játszani, és azért nem tudta vállalni tovább. Tehát egyszerűen nem tudták egyeztetni. Tehát ott egyeztetési gondok voltak, és akkor lett helyette más. A Svetlov Balázs cserélték? Hát a Svetlov az időközben fölnőtt, úgyhogy kinőtte a karaktert hangilag. Tóth Tamást is cserélték? Igen, Tóth Tamás volt, aki ment. És egyszer téged is cseréltek? Engem. Egy mozifilmben. Most, ha jók az információim, akkor Kisfanikó szinkronizálta, de nem tudom, hogy tényleg ő volt-e. Ja, igen, tudom. Igen, ezen eléggé föl volt háborodban mindenki. De nem egészen értem, hogy milyen meggondolás alapján cseréltek le, de igen. Vagy lehet, hogy itt a neveket nem, keverték össze? Nem. Nem, biztos, hogy nem.
De azt nem is értettem, hogy de ott volt, azt hiszem, hogy nem csak én voltam ott cserélve, hanem még más is. Igen, igen, tényleg. A teljes szereplőgárda Igen. olyan is volt. Igen, igen, igen. Igen. Hát előfordul az is, hogy olyan rendező kapja, aki mondjuk engem nem kedvel, vagy a kollégát nem kedveli, és akkor úgy dönt, hogy most akkor változtat rajta, mert úgy érzi, hogy az a másik hang az jobbra. Ennyi. Vagy újra hozza a szerepeket. Igen, csak aztán, mivel ugye visszakerült a sorozat, és hát mindenki ragaszkodott az eredetihez, így aztán mit csináltuk tovább. De igen, erre emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy nem én voltam. És ez már végleg befejeződött, mert nem csináljátok? Tudom, hogy akkor szó volt róla, hogy jön még, nem tudom én, 160 valahány rész, aminek nagyon örültünk, mert ugye az ember pénzből él, de aztán nem jött. Nem jött, vége lett ott. Volt még régen egy rajzfilm sorozat, a Fecsegő Tipegők. Ja, Istenem, igen, 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 az Angelika. Az az egyik olyan munkája az életemnek, amire nagyon-nagyon büszke vagyok. Azért kaptam Oscar-díjat. Otthon van a kandallón egy Oscar-díjam. A stúdióban, ahol csináltuk, a Jancsák István stúdiójában. És annyira szerette az én munkámat, hogy így utalmazott, hogy kaptam tőle egy Oscart. Na hát. Na, az egy hangkicsináló figura volt az Angelika, de én nagyon-nagyon szerettem. Az egy olyan genya volt, amikor elkezdtük, még nem volt gyerekem, és mondtam, hogy Istenem, ha ilyen lesz, megfojtom inkább a pólyába a helyből. De nagyon-nagyon-nagyon jó volt. Szerintem a legjobb karakter volt az egészben. Pont azért, mert ilyen kis. Mindig lehetett vele valamit kezdeni. És a Csőrikét is szinkronizáltad. Igen, igen. Őt is szeretted annyira, mint a Fecsegő Tipegők belé figurát? Nem, 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 nem. Csőrik engem hangilag nagyon kikészített. Szintén castingoltató dolog volt. Mivel, hogy Csőrike az, amikor én szinkronizáltam, előtte már nagyon sok rész készült belőle, ahol a Radó Döniz volt a Csőrike. Na most bejött a nagy film, ugye ott castingolni kell, mert az amerikaiak azok nem fogadják el, meg ők döntik el, stb. És hát engem is kihívtak rá. És mondta a rendező, hogy na most egy gond van, hogy Csőrike tulajdonképpen fiú, de senki nem tudja. És tényleg ilyen istentelen hangja van eredetiben, borzalmas. Na most ugye utána kell menni, mert hogyha nem olyan hangon csinálod, akkor az amerikai nem fogad el neki. Az kell, hogy a gépbe az a két sora, az alaphang, meg az én hangom az egyforma legyen, lehetőleg. Aki a legjobban passzol neki, az kell. És így kaptam Csőrikét. De nagyon küzdöttem vele. Van egy aktuális animációs sorozat, az Archer. Igen. Ami... Hát olyan, mint egy szitkom, illetve ilyen, mint egy kémfilm paródia lenne. Igen, nem szeretem. Az se? Nehéz munka. Milyen szempontból? Meg kell csinálni azt a figurát, és jól kell megcsinálni a figurát, és tőlem nagyon-nagyon távol álló figura. És ilyenkor az ember küzd vele, becsülettel. Márpedig én színész vagyok, és ezt megteszem. De nem tartozik a kedvenc munkáim közé. És ilyenkor nem szoktátok megbeszélni a rendezővel, hogy miért rád gondolt, ugye ezt a Fritz László teljesen rendezte. Mindegy, teljesen mindegy. Én örülök neki, ha rám gondol egy rendező, és meg kell csinálni, amit mondtam neked. Az a feladatom, hogy én ezt jól elvégezzem. Az, hogy én ezzel belül hogy küzdök, meg mi a véleményem, az magánügy. Ennek nem szabad látszódni. Nem is érződik a szinkronon. És a Teen Ninja Technőcökben még a 90-es években Vándor Évától vette rá a figurát. Azt szeretted esetleg? Jó volt az a munka, azt tudom, annyira nem emlékszem rá, arra emlékszem, hogy szombat délelőttönként dolgoztunk együtt, és nagyon jó csapat volt, és ha olyan kollégával dolgozol, akivel szeretsz dolgozni, akkor sokkal könnyebb, mint
ha nem igazán kedvelt kollega lenne melletted. Úgyhogy jó társaság volt, jól éreztük magunkat, jókat röhögtünk, tehát ez úgy érződött rajta, hogy ez ilyen könnyed, jó pofa dolog volt.